Most menjünk, akkor faggassuk szépen Gergely István. Hogy van-e izomláza? Jó reggel. Van izomlázad? Hát ha az az érzés, hogy felfedeztem néhány új izomcsoportot a testem után annak, akkor az, de azért ez messze van attól, amit régen szoktunk érezni, ilyen több hetes terhelés után, vagy egy heti 12-13 edzés után, azért ez így, azért más. Tehát azért gyorsan el lehet szokni, tehát az ember valamit nagyon-nagyon jól csinál, és állítólag volt egy időszak, amikor ezt jól csináltuk, az nagyon sokat kellett edzeni, és onnan nagyon gyorsan vissza lehet esni. Viszont az a jó, hogy az izommemória azért működik, meg vannak olyan megszokott dolgok, tehát rutinnál váltak, amit azért gyorsan el lehet kapni. Ami változott, az a mozdulatsebesség, a testsűrűség és az összetétel. Milyen szép, hivatalosra tudja onnan, hogy mik változtak. És hol a mosoly? Öregszünk, ennyi, az megvan, öregszünk. Az, a mosoly az, talán, az, is az is változott, de abból több volt most. Tehát ha most így összességében a csapatom előláttam. Igen, azt gondoltam, hogy felszabadultan ülsz majd itt velünk szemben, és... Abszolút az vagyok. Akkor jó. Abszolút az vagyok. Nem, csak itt nem tudtam, hogy milyen kérdésekre számít, csak aztán mennyire lesz ez sportág specifikus, vagy valami ilyesmi, de végül is. Hát inkább rólad, meg rólatok, hogy ez tulajdonképpen úgy történt, hogy mindenki az adott edzettségi szintjének megfelelően beugrott a vízbe, és megbeszéltük, gyerekek, játszunk, ahogy tudunk, aztán ez így megy, vagy ez hogy megy ez hát a Masters? Hát eleinte így volt, hát egy pár hónap, ilyen február környékén így beszéltük meg, hogy akkor majd játszunk nyáron, és akkor majd edzünk, és akkor majd edzünk majd jövő héten, aztán mindig jövő héten, mindig mányána volt, tehát hogy mindig halogattuk ezeket a dolgokat. Aztán eljött az időszak, hogy lejöttünk, hogy lehet, hogy edzeni is kéne valamit, és a VB előtt 3 héttel elkezdtünk komolyabban, és akkor összejártunk, játszottunk a MAFC-szal. Úgy tűnik, az elég volt azért. Hát nem tudtuk, akik az ellenfelek, tehát ugye a kicsitől, tehát a méretben kicsitől, a méretben nagytól pont ugyanannyira tartottunk, mint a... Nem volt különbség, hogy most orosz vagy olasz, vagy mit tudom én honnan jött. Azért mindig inkább túlértékeltük az ellenfelet, aztán... Rendkívüli módon elvertetek mindenkit. Ez hogy lehet? Azt mondd már meg nekem. Tehát, hogy más csapatokban is kellett, hogy legyen olyan világklasszis, volt, mint amit ti. Vagy volt, talán nem, nincsenek annyian, mint ti voltatok a csapatban, nem? Hát nézd, hogyha végignézzük ezt a csapatot, akkor ebből a 13-14 ember lényegében mindenki, mindegy, hogy kijátszott. És ez régen is így volt, tehát, hogy van két olyan sorot, hogy tud darálni végig, és mindegy, hogy ki van bent ugyanazon a poszton, mert nagyjából közel azonosak azok a játékosok, akkor ez nem olyan rossz, és azért az... most, hogy volt két sorunk, biztos, hogy ez volt a siker kulcsa, nem okvetlen az, hogy volt 7 ember, aki jól játszott, vagy egy, aki lőtt 4 gólt egy mérkőzésen. Meg hát gondolom a magyar közönség, tehát az is iszonyatos. Hát az egy külön misét. Tegnap te mondtad is, hogy így a közönségnek köszönöd ezt. Nagyon-nagyon, hát annyira boldogok voltunk, tehát azért nagyon kevesünknek adatott meg az, hogy legyen egy búcsú mérkőzése, ez valahogy így alakult sajnos, és ezt most így mindenki be tudja egy picit ennek. De ha a közönségről van szó, én úgy éreztem, hogy ez már nem az eredménykényszer és az eredményre való hajszás, hogy most ennek a csapatnak meg kell nyerni ezt a VB-t, hanem abszolút ez a tisztelet. Tehát az elmúlt x-10 évnek szólt. Ebbe viszont hozzáteszem, bele tartoznak olyan sportvezetők, azok az edzők, akik körülöttünk voltak, sőt azok a játékosok is, akik még nem nőttek fel erre a szintre, hogy 40 pluszosba tudjanak játszani, mert még mindig aktívak, és ők is velünk voltak, és azok a sikerek, amiket elértünk, azok közösek, úgyhogy nekik is egy nagy köszönet, és hát ez a tisztelet a nézők felől, ez nekik is kijár ugyanúgy, csak még nincsenek ezen a szinten 40 pluszba játszva. Figyelj, szerintem ez tökre természetes, egy generáció nőtt föl a ti sportsikereiteken, tehát hogy iszonyatosan összetudtál tartani a szerintem a szurkolóktól elkezdve mindenkit, akinek még annak is, akinek nem tetszett a vízilabda, még az is szerelmes lett belé, mert hogy olyan jól játszottatok, és hosszú éveken keresztül, tehát hogy kialakítottatok egy ilyen hozzáállást tulajdonképpen. Van egy olyan dolog a csapatsportágban, hogy a csapatsportágok azok egy országot képviselnek. Tehát, hogy igazából hiába egyénekre lebontható, azért az egyéni versenyző az más, ott azért kírják az ő nevét is, hogy XY nyerte, ami egy csodálatos dolog, és Magyarországnak is magának is nyeri. Míg a csapatsportágon belüli emberek szinte maguknak is nyerik, de mindig azon kívül, hogy Magyarország, tehát az ország neve. Valószínűleg ez az, ami összekovácsolta ezt a csapatot egyé, és így a nagy szurkolatábort mögé. És abban is igazad van, hogy a vízilabda nem a világ
legnépszerűbb sportága, de Magyarországon nagyon-nagyon szeretik, és nagyon-nagyon sok országban nézik, tehát hogy az egy téves. A körbenéztetek, tehát a gyerekek is mentek most, tehát hogy egy nagyon jó családi program volt. De tényleg igen, ki volt a családotok? Ugrottak vízbe ők is, hogy mindenki volt? Mindenki ugrált ott már. A végén. Telefonos Tomber, Pécertestől, minden eset. Tehát abszolút jó családi program egy vízoda mérkőzés, mert egy jó, egy kultúrát néző közönsége van. Hát a kedvet támad a gyerekeknek is, tehát hogy ez így lesz. Ezt most mondom, hogy motiválja őket ez az élmény arra. Te Oli, tűzoltóság után esetleg? A sportot azt hagyjuk, majd valamit nem tudom eszközölnöm kell, hogy a gyerekem elgondolkodjon ezen. Nézd azt, hogyha elkezd úszni, az egy alapból jó, utána mit fog csinálni, hogy marad az úszás vízoda, vagy bármilyen más sportág, az úszás az alap. Uh-huh. Mindenképpen. Tehát ezt javaslod? Ezt javasolnám, igen. Elég kevés gólt kaptatok, mégis azok fájtak? Tehát, hogyha... Nem, abszolút nem. Teljesen más érzés van ilyenkor az emberben. Igen. Sokan azt mondják, hogy akkor lehet igazán nyerni, amikor megélsz egy eseményt. Mi most éltük meg ezt az eseményt, hogy a Margit-szigeten tudunk játszani. Nagyon sok mérkőzést játszottunk, fontos mérkőzéseket is a Margit-szigeten, de inkább egy picit talán teher volt a nagy elvárás és a sok néző, most pedig abszolút ez a megélés, hogy megélni ezt az egy hetet úgy, hogy ezek a nézők tényleg azért jöttek ki, hogy ezekre a kicsit öreges uracskákra kíváncsiak, és mondjuk az furcsa hallani, hogy generáció nőtt fel, azért annyira idősek még nem vagyunk, ezt én 70 éves koromban vártam volna, hogy valaki. Hát én úgy gondoltam, hogy a 10 évesektől a most 20 évesekig, tehát hogy azon így gondoltam, tehát hogy nem egy teljes nagy generáció. Igen, hát ez látszódott is, mert nagyon-nagyon sokan tényleg kijöttek, tehát hogy ebből kalap le a nézők előtt, hogy azért Margit-szigetre bejönni a hétfő kedden, tehát azért másnap munka, péntek, szombat, vasárnap. Tehát akkor lelkileg egyébként nektek ez fontos volt? Hát annyira fontos volt, hogy akkor löketet adott nekünk, most már azon van egy ilyen kis saját beszélgetésünk, egy ilyen kis csetünk, és már azon gondolkozunk, hogy hát ezt most nem kéne, na most nem kéne ezt abba hagyni. Tehát pont volt, ez jutott eszembe, hogy 50 pluszosként is majd látunk benneteket? Hát van még egy 45 is előtte, sőt azon gondolkoztam már, hogy van egy 40 pluszos még, amivel beleférhetünk, csak ott már 44-ek leszünk, ott már valószínűleg az ellenfélek is föl fogják magukat színni. Most volt olyan, aki visszamondta azért az indulásra, megtudták, hogy mi elindulunk, vagy kategóriát váltottak. De valószínű lesznek most már olyanok is, hogyha megtudják, hogy elindulunk, hogy hadd játszhassanak velünk. Tehát nagyon sokan kirakták Brazíliába meg össze-vissza, hogy most végre játszhatnak ellenünk. Tehát, hogy azért jöttek ide, hogy ellenünk játszhassanak. Ugye két évente van vízes VB, tehát az azt jelenti, hogy két évente van ilyen Masters is hozzá kapcsolódó. De van EB-n is, EB után is van, tehát Európa-bajnokság után is van. Úgyhogy meg lehet találni ezeket a réseket, amiben tudunk. Az edzésnek se rossz, nem? Akkor ezért lehet, hogy ezzel élni fogtok, ezekkel a lehetőségekkel? Hát most nagyon úgy tűnik, hogy igen, mert nagyon lelkes mindenki a csapatból, de aztán meglátjuk, ugye, hogy most azért ez a kis hype, ez azért minket is földobott. Kell meg azért nyilván hiányzik, tehát hogyha leteszed azt, ami addig az életed volt, tényleg, akkor utána nyilván lesz egy hiányérzet mögötte, és ezt valahogy be kell valahogy... Ez egy érdekes dolog, mert ha az emberben van egy hiányérzet, azt mondja, másra próbálja pótolni, vagy sok munkával, vagy valamivel nagyon elkezdesz foglalkozni. Michael Jordan elment golfozni, aztán visszament. Aztán mindent csinált már, de ezzel sok sportoló így van. Hát mi vízilabdások vagyunk, ezt most megállapítottuk, ja, bármit csinálunk is amellett, tehát edzősködünk, sportklubokat vezetünk, akármi más civil foglalkozásunk van, azért még mindig vízilabdások vagyunk, és ez a közeg az, ami fel tud tölteni. Tehát ahogy kérdezted, a fizikai fáradtság az megvan, de ez mindig az a kellemes része, viszont mentálisan meg abszolút fel tudtunk töltődni ez alatt az elmúlt pár hét alatt, mert olyan inputokat kaptunk a másiktól, ami 10 éve megfiatalított minket, és sokkal könnyebb lesz most már a civil munkánkat is ezáltal végezni, úgyhogy... De jó, hát nagyon büszkék vagyunk rátok. És köszönjük szépen, hogy beszéltél. Engedünk, az mert érkeztél nevében. A kis aktatáskáddal, és mész mindjárt munkába, úgyhogy... Igen, kezdődnek a szürke hétköznapok, amit szintén nagyon szeretek. De én úgy képzelem, hogy azért a fecskéjük az nem a szekrényben van, hanem az közvetlenül a kabátok mellett, még az legelső fogason, hogy bármikor ki lehessen venni, és lehessen. A táskámban is, meg az autóban is, a bármi van. Van egy fecské. Akcióba kell lépni, akkor ugye. Köszönjük szépen. Köszönjük. Én is köszönöm szépen. Jó munkát.